Köszöntöm nézőinket a Győr István Nagykun Múzeumban a Nagykunsági Kulturális Napok keretében. Hamarosan egy nagyon érdekes és értékes kiállítás nyílik. Kisem Jenővel, a magángyűjtemény tulajdonosával beszélgetünk. Mi is a mai kiállításnak a pontos címe? Az első világháborút fogjuk bemutatni. Az első világháborúra emlékezünk, első világháborús katonákra, hősökre, nagyapáinkra. És ez az öngyűjteménye hogyan is kezdődött? Mi volt az első tárgy, ami elindította ezt a gyűjteményt? Nagyon hosszú lenne végig elmondani. Az a lényege, hogy már gyermekkoromban, egész kiskoromban, ugye a két nagyapám első világháborúban részt vett, agyai, apai nagyapám, és ők sokat meséltek az első világháborúról. Hát akkor még gyerekként nem gyűjtöttem, de érdeklődtem. A történelmi érdeklődés az egyébként úgy alakult, hogy egy bronzkori telepen van a családi ház, és már én egész kiskoromban találkoztam a régészettel. De az első világháború az a két nagyapának a hatására. Tulajdonképpen nem első világháborút kezdtem gyűjteni, hanem IV. Károly királyt. Én repülőgépvezető voltam, nyugállományú katona vagyok, és hozzám került IV. Károlynak két szép jelvénye, tábori pilóta jelvénye, amin itt meg is tudunk majd mutatni, amit meg tudunk mutatni, és ennek kapcsán elkezdtem IV. Károlyt gyűjteni, természetesen periférikusan, folyamatosan, mivel a korszak megegyezik, jött hozzá az első világháború. És az úgy alakult ki, hogy most már szinte két gyűjtemény van, a kettő egymást áthidalja, egyik átmosódik a másikban, most itt vannak Károly anyagok, ha jövőre hívnak Szegedre egy Károly kiállításra, és valószínű oda is első világháborús anyagai még lemennek. És hát itt nagyon sok korhű dolgot látunk, amit azért azt gondolom, hogy a diákok számára is fontos, ezért az a jó ebben a kiállításban, hogy sokáig lehet látni majd, tehát amikor elkezdődik az iskola, még a diákok is megnézhetik. Igen, ezt így terveztük, hogy a nyári szünetbe, illetve az iskolai időszakba is, ezután fogom vinni Cegdédre, ott végig iskolai időszakban lesz a kiállítás. Egyébként egy nagyon szép egyenruha van önön, erről is mondjunk valamit, hogy ez milyen egyenruha. Én azt mondottam, hogy nyugállományú katonatiszt vagyok, nyugállományú repülő alezredes vagyok, és hagyományőrzőként pedig gyalogos alezredes, és ez az első világháborúnak az úgynevezett tábori szürke változata. Ezen vannak eredeti jelvények, eredeti fölszerelések, tehát a fokosom is eredeti, de a szövetanyag sajnos az már másolat. Itt beszélgettünk már korábban is, és tudom, hogy az egész család a hagyományőrzéssel foglalkozik, gyermekeit is sikerült ezzel beoltani. Igen, ez családi vállalkozás, így lehet mondani. Párom, gyermekeim jöttek, lányom, fiam, és együtt mentünk. Egy kocsinyi ember volt. És egyébként a gyerekeket nehéz volt erre rávenni, vagy ők is ugyanúgy érdeklődtek, hogy apa ez, micsoda, mi ez, mesél róla, és akkor egy picit így beoltotta? Hát mikor ilyen millióben nő föl a gyermek, akkor értelemszerűen vonzódik, vagy érdeklődik, és a fiam már 6 éves korában kisdobosként egész pici dobbal vonult a legység élén, és ez elég büszkeséggel töltött el, csak folyamatosan ott is maradt. Itt a gyűjteményben van olyan, ami valamiért kedvenc, vagy valamiért nagyon emlékezetes az ön számára? Hát ott kedvenc természetesen a két tábori pilóta jelvény, a Károly jelvény, aki elindította, és mivel repülőgépvezető voltam, itt ez a légcsavar, ami látható, ez egy kuriózum, mert a trianoni szerződés igencsak megnyírbálta a mi repülésünket, úgyhogy szétvágták. Van is ott egy kép, ahol éppen szétfűrészelnek egy hasonló légcsavart, és ez nagyon-nagyon-nagyon ritka. És hát ahogy önhöz került, annak is van története, úgy tudom. Annak is van története, igen, majd bemutatom a kedves nézőknek is, a kedves vendégeknek is. Ez egy galampadláson vészelte át azokat a vészterhes időket, de úgy, hogy igen vastagon volt borítva mindenféle galamb maradvánnyal, amit úgy oldottam meg, hogy megtisztítottam, de az egyik pici részét, egy olyan 20 centis szakaszt a hátsó részen in situ hagytam, tehát ott látható a galampiszok. Itt azért látunk tablókat, fotókat, családi ereklyéket is, tehát aki most ide eljön, sok-sok olyan új dolgot láthat, úgy tudom, hogy tálatvezetés is lesz. Igen, most az megnyitón elmondom az én mondókám, de nem tudom, a kollégák majd a múzeumi kollégák tovább fogják vinni, és ők is ugyanezeket el tudják mondani.
Van-e olyan tárgy, amire nagyon vágyik, és nagyon ritka, mondjuk ilyen, mint ez a légcsavar, és úgy kinéztem már, és úgy próbál hozzájutni? Vannak tárgyak, de ez főleg negyedik Károlyhoz kapcsolódik. Negyedik Károlynak a visszatérési kísérte Budaörsi csata kereszt, az nagyon ritka. Egyszer elvedeztem is rá, de nem tudtam megszerezni, nagyon fölment a csillagos égig. Rengeteg olyan dolog van, amit szeretnék még, de olyan különösebben nem vágyom, ami a múzeumokban van például, azokra nem vágyom, annak a helye, az a dolga. Az amatőrgyűjtő, amatőrkutató, mint ahogy én is neveztetek, így más területekre szedjük, apróbb dolgokat szedjük össze, ami kallódó. És hát kuriózumokat kívánok én még sok ilyet, amit itt is láthatunk, és akkor találkozunk egy másik kiállítás anyaggal, hiszen akkor sok-sok minden van még bedobozolva. Van még rengeteg anyag, még ez csak egy töredéke. Meg kell válogatni egy-egy ilyen kiállításnál, ugye a hely adja a valóságot, hogy mennyit tudunk elhozni. A negyedik Károlyból csak nagyon minimálisat hoztam el. Hát akkor én azt kívánom, hogy sokan nézzék meg ezt a kiállítást, és akkor találkozunk újabb alkalommal. Úgy legyen, jöjjenek sokan megnézni. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük.